Jó estét kívánok, áldás békességet, jó egészséget és kitartást kívánok mindenkinek, aki eljött ide Szekszárdra, a Garai János Gimnázium dísztermébe február 22-én 2023-ban a léleképítő előadásra. Dr. Tóth Csaba Attila a nevem, aki indestova 23 éve szervezem ezt a nem vallási szektát, ezt a léleképítőt, hanem értékrend erősítő civil programot, és nagyon röviden csak annyit, hogy egy hónap múlva 30-án Ókovács Szilveszter lesz a vendégünk, utána majd Egri János, de most köszöntsük nagyon nagy tisztelettel és szeretettel a kétszeres, a Kossuth díjas, kétszeres Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művészt, aki színházi, opera és filmrendező, egyben forgatókönyvíró is, Szinetár Miklós, köszöntjük. Jó estét kívánok, jó estét kívánok. Köszönöm, köszönöm. Nagyon hálás vagyok tanár úrnak, hogy elfogadta a meghívást, és ugye nem titok, hiszen több fórumon is elhangzott, hogy 92. évében van már, és ezért külön köszönjük, hogy vette a fáradtságot, és Budapestről eljött azért, hogy személyesen találkozzunk. Egyben hadd köszöntsem természetesen a bennünket valós időben most távolról élő közvetítésként nézőket, és azokat is, akik ezt akár holnaptól, vagy akár 10 év múlva megnézik majd a YouTube csatornán, visszanézve ezt a mai estét. Úgyhogy lehet, hogy többen lesznek, mint ahányan most itt vagyunk, mint ahogy Georg Spötlének 47 ezer ember látta már azt a beszélgetést, amit itt tartottunk utólag. Nos, nekem nagyon nehéz a mostani szerepem, mert a léleképítőn általában olyan emberek szoktak felszólalni, vagy meghívni, mint például legutóbb András Falvi Berci bácsi, aki egy órán keresztül folyamatosan mondta, egy kérdést nem kellett föltenni, de tanár úr azt mondta, hogy kérdezzek. Na most annyit hadd mondjak el, hogy egy rendezővel beszélgetünk, vagy beszélgetek, és őszintén szólva, én gyerekkoromtól kezdve sokáig azt se tudtam, hogy mi az, hogy rendező, máig se nagyon, hogy mit csinál egy rendező igazából ezekben a műfajokban, hogy film, opera, vagy színház. Igen, biztos ő rajta múlik ott minden, a végén szokták ki, rendezte, ez és ez. De például a Fekete Város, nem tudom, ki emlékszik a filmre, Besenyei Ferencre, a főszereplőre, ugye? Arra igen, de hogy ki rendezte? Zsúzs, úgy van. Zsuzséva, igen. Viszont hála a televíziónak, mi vidéki emberek is megismerhettük Szinetár Miklóst a Ki mit tudom keresztül, mert igazából a neve már akkor is forgott, hiszen a Csárdás királynőt is ugye ő rendezte, meg sok minden más előtte is, aki nagyon figyelmes volt, tudhatta, hogy ki a Szinetár Miklós, de a legtöbben valljuk be, vagy nem valljuk be, de azt hiszem nem lövök mellé, hogyha azt mondom, hogy a Ki mit tudom keresztül, mint zsűri tag, és hát azt is bevallható, hogy többször szerepelt a zsűriben, mint maguk az előadók, akik mit tudnak. Én csak arra emlékszem, hogy a Gál Völgyi, amikor előadta maga műsorát, akkor is egy jó, kellemes nevetéssel fogadta tanár úr Gál Völgyinek a zseniális paródiáját, azt hiszem Márkus Lászlóról, meg a többiekről. De ténylegesen szeretném, hogyha majd beszélne a beszélgetés során arról, hogy mit tesz egy rendező, de ne vágjunk a dolgok elébe, csak annyit, hogy
Amikor én készültem erre a mai estére izgulva, akkor azért megnéztem az interneten fellelhető dolgokat, és hát valljuk be, hogy olyan profi kérdezők, olyan műsorkészítők, akiknek ez a szakmája, legyen az Krizsó Szilvia, akinél többször is ott volt a tanárul, vagy akár az Opera Caféban a legközelebbi vendégünk, a Ókovács Szilveszter, de nagyon sokan készítettek, és hála az internetnek, hogy most már televízióból annyi van, most már lehet válogatni, hogy ha meg akarom Szinetár Miklóst ismerni valahogy, akkor egyrészt örülök, hogy itt vannak, mert lesznek olyan kérdések, amiről már sokszor válaszolt, de azt is mondta tanár úr, hogy sokszor ötször el kell mondani valamit, hogy megértsék, tehát az ismétlésekért elnézést azoktól, akiknek ismétlés lesz a válasz, de azt hiszem, hogy az ismétlés a tudás anyja. És én úgy apostrofáltam tanár urat, hogy az arányok embere, az is embere, ahogy ő szokta mondani, hogy fűre lépni szabad embere, aki nem azt mondja, hogy tilos, nem azt mondja, hogy kötelező, de ezekre a dolgokra térjünk később vissza. Kezdjük talán ott, hogy 92 évvel ezelőtt megszületik Szinetár Miklós Budapesten. Kisgyerekkorára mire emlékszik, milyen szülői indítatásokat kapott, mik azok a momentumok, amiket a családból, mint fontos, nem felejthető és máig tanulságképpen levonható módon kapott, őriz és szívesen ad át a jövő generációinak. Hát először is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Arra, amit mondott, hogy én kértem, hogy ez úgy hívtok meg, hogy egy beszélgetésre. Én csak beszélgetni tudok. Annak idején elárulom, fölkértek arra, hogy a televízióban, amikor még volt ez a naptelevízió, vezessek én is reggeli műsort. És mondtam, hogy nem vállalom, mert én kérdezni nem tudok, én felelni tudok. Ez egy reflex, így alakult a dolog. Talán ez összefügg azzal az első kérdéssel rögtön, hogy mi az, hogy rendező, hogy pont, hogy nem tudja, hogy mi az, hogy rendező. Hát tulajdonképpen senki nem tudja. Maguk a rendezők se tudják, mindenki mást ért ez alatt. Ez egy ilyen durván 150 éves foglalkozás, amire azelőtt a nagyszerű színház életben a görögöktől Molière-ig semmi szükség nem volt. Nagyon jól megvoltak rendező nélkül. Ez, ha akarom, akkor egy vakbél, ami néha begyullad, de én azt szoktam mondani, hogy a rendező az egy izé. Mert mindenki mást ért alatta, mindenki másképp csinálja. Végül is felelősek vagyunk egy valamilyen végeredményért. Ennyi csak, ami a dologban közös. A másik, szeretnék valamit előre bocsátani, az a következő, hogy hát ugye én egy beszélgetésre jöttem, és itt fogom mindenféléről össze-vissza, amit kérdeznek, mondani a véleményemet. Na most elárulom önöknek, hogy én a Színház és Filmművészeti Főiskolán, majd egyetemen 51 évig tanítottam. Megszakítás nélkül én vagyok a rekorder ebbe. És hát nagyon sok növendékemből lett Kossuth díjas, Prima Primissima díjas. Tényleg elég sok mindenkiből lett, és még olyan is volt, olyan év volt Magyarországon, amikor 7 színházban volt az országban igazgató az én növendékem, aki nálam végzett. Ezt azért bocsátom előre, mert én ezeknek a növendékeknek mindig első évben a következővel kezdtem, és ezt többször is elmondtam. Én most maguknak mindenféléket fogok mondani, de nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez az én véleményem, ami egyáltalán nem biztos, hogy ez az igazság minden kérdésben. Ez az én véleményem, és önök ezt meghallgatják, és aztán mérlegelik és eldöntik, hogy egyet értenek-e vagy sem. No most azért mondtam, hogy beszélgetés, mert ugye vannak a gyűlések, azok arról szólnak, hogy én beszélek, és önök egyet értenek velem. Ez egy kicsit unalmas.
én egy olyat szeretnék, ahol én mondok ezt, azt, amaszt, és annak önök, ha szerencsés és jók a dolgok, a jelentős részével egyet értenek, és valamivel nem értenek egyet. Ez a normális dialóg szerint, tehát ez lenne mindenben a normális dialóg. Úgyhogy azért kérem előre az elnézésüket, ha olyat mondok, amivel nem értenek egyet, de hát ez, hogy úgy mondjam, ilyenkor benne van a jegyárában. Belépés díjtalan, kilépés bizonytalan. Ami a fiatalságomat illeti, hát azt kell, a gyerek, azt kell mondanom, hogy én, de itt, ahogy így körbenézek, önök is, egy rendkívül szerencsés generáció vagyunk. Mert csak úgy érintőlegesen érintett meg minket a második világháború, gyerekkorunkban már, akit megérintett, és a továbbiakban végül is itt élünk egy lassan 80 éves csont nélküli békébe. Hát akik előttünk születtek, azoknak pehjük volt. Azokat először elvitték az első világháborúba katonának, aztán a második világháború elvitték hol a Donkanyarba, hol Auschwitzba. Tehát tulajdonképpen az egy nagyon tragikus generáció volt, mi egy szerencsés generáció vagyunk, ebből is látszik, hogy egy ilyen beszélgetésen is ennyien vagyunk. Az, hogy én 92 éves vagyok, hát az egy nagy ajándéka az Istennek, az életnek, de a szerencsémnek is, hogy ebbe a generációba születtem. Ez azért mondom el, mert az életemnek az első 12 éve az hát egyáltalán nem volt drámamentes. Hát volt olyan időszaka is, amikor nekem a hamis papírokkal kellett, mint gyereknek bujkálni, és az volt benne a legtragikusabb, hogy fogalmam se volt, hogy miért. Hogy miből kifolyólag, hogy miért. Egyszerűen nem értettem a dolgot. És hát azért ott voltak olyan élményeim, hogy gyerekkoromban kimentem a parkba, és ott ült egy fiatalember egy padon, és csorgott a vér a fejéből, halott volt, és a nyakában volt egy tábla, hogy katona szökevény. Ez is benne volt a korban, akkor azt hittem, hogy remegett a lábam, le kellett ülnöm a padra, és alig tértem magamhoz. Ilyen volt. Meg hát az is, hogy hát ezekben van, nem tudom, hogy van-e, aki itt emlékszik, de hát akkor voltak a bombázások. Az mindig úgy kezdődött, hogy a lakásunkban azt hallottuk, hogy a rádióból, hogy légiveszély Bácska Baja. Az azt jelenti, hogy megjelentek a repülők délen. Utána már légiveszély Kecskemét. És utána, amikor légiveszély Budapest, megszóltak a szirénák, és rohantunk le a pincébe. És hát nekem van két ilyen meghatározó élményem, már sokszor elmondtam, megírtam, mind a 1944-ből, hogy, és egy apropóból, hogy ültem a légoltalmi pincébe, és egyszerre csak valami őrületes zaj támadt. Szóval olyan remegett az egész, valami olyasmi borzalom lehetett most Törökországban. És ömlött a falról a vakolat, és elment a fény, és sötét volt. És így remegett az egész. És akkor én ott arra gondoltam, hogy Istenem, ezelőtt egy fél évvel én még azon izgultam, hogy hanyast kapok latinból. Akkor éreztem meg egy életre, hogy hát tulajdonképpen mi az, hogy fontos, meg mi az, hogy nem fontos. És akkor kimentem másnap reggel az utcára, ez Budapesten volt, a Vörösmarty és Szondi utca sarkán, ma is ott egy olyan épület van, amin látszik, hogy utólag építették Fokhajba, és teljesen leomolva volt ott a ház. És én ott álltam, és bölcsen filozofáltam 12 éves koromban, és azt mondtam, hogy innentől kezdve minden csak ráadás. És én így éltem végig az életemet. Minden egy ráadás. Minden, ami van, az már egy plusz ajándék, kész, ennyi. Na most ezt, amikor én az unokáimnak mondom, akkor egyszerűen nem értik, mert hát
amióta ez az ukrajnai háború van, azóta kezdik érteni. Azóta kezdik érteni, hogy mi is ez. Úgyhogy nagyon drámai fiatalságom volt, meg... De hát voltak nagyon jó élményeim is. Ugye az volt, hogy 12 éves koromban kivittek a téglagyárba, gyalog ki kellett menni, és volt velem egy hátizsák, amiben víz volt, és az nagyon nehéz volt, és én rettentő sovány gyerek voltam. És a menet szélén ránk őrködött, vigyázott ránk, többek között egy fiatal rendőr puskával a vállán. És látta ezt a nyeszlett gyereket, azaz engem, látta, hogy szenvedek a súlytól már, amikor mentünk egy pár kilométert, és elvette tőlem a hátizsákot, és amikor megérkeztünk a téglagyárba, visszaadta. Ilyen is volt. Ez is. És csodálatos volt, hogy 1945-ben azután a Nemzeti Segély volt egy ilyen. Ez meghirdette, hogy az éhező pesti gyerekeket leviszik vidékre, hogy valamit egyenek. És hát engem levittek Nagyhalászba. Az egy Észak-Magyarország, Észak-Kelet-Magyarországi falu, Nyíregyházától nem messze. És hát kérem szépen, a vonat Budapestről Nyíregyházáig 2,5 napig ment. 2,5 napig, mert folyton meg kellett állni vizet venni. Ezeket az ember nem felejti el a gyerekkorából. És zsúfolva volt a gyerekekkel, és a gyerekek, az majd mindegyik szinte, mindjárt tetvesek voltunk. Mert a háborútól, meg a kosz, meg ezért tetves gyerekek voltunk. Amitől is én Nagyhalászban, ahol a legnagyobb szeretettel fogadtak, és hát remekül bántak velem. Tényleg nagyszerűen, és nagyon jó kezdtem magamhoz élni. Hát ugye 2 hét múlva egyszerre csak 40 fok lázam lett, és be kellett vinni a nyíregyházi kórházba, mert tífuszom lett a tetűtől, amit a... Annyira, hogy újra kellett megtanulni járni. Anyám jött le utánam Pestről, ő is 2,5 napig jött, de ő a vonat tetején kapott már csak helyet. A vonat tetején kapaszkodva. Lehet, hogy később, mikor olvastam a József Attilától, hogy az ő mamája is vonat tetején utazott, akkor lett ez a mániákus szeretetem a József Attila iránt, aki nagyon-nagyon nagy költő. És hát ő, én benn voltam akkor, ő meg kint aludt a padon a kertbe, és tanított járni. Ilyen világ volt. De ott volt, tanított, járni tanított, ami még mindig jobb, mint a apai nagyszüleim, akiket viszont egyszerűen elégettek Auschwitzba. Minden külön értesítés helyett. Volt egy társ, aki velük volt, az mesélte el, hogy amikor leszálltak leszállították őket a vagonból, és mondták, hogy jobbra-balra, ott állt a Mengele, hogy jobbra menni, balra menni, és akkor nagyszüleimnek azt mondták, hogy balra Cubád a fürdőbe, ami azt jelentette, hogy a gázkamra, akkor az én örök optimista, hát amennyire emlékszem, nagyapám biztos tőle örökölte, amit kérdezett a riportban, kedét, azt mondta a nagyanyámnak, hogy na, hát végre az öregeket engedik megfürdeni. Ez is benne volt az ifjúságomban. De meg kell mondanom még egyszer, hogy nagyon szerencsés generáció voltam, mert mindez életem első 13 évébe történt. És onnantól kezdve jött egy hosszú, csont nélküli béke, amiben a világon mindenféle történt, ez a dolog. Még azt elárulom önöknek, azért vagyok ilyen flottul készen ezzel, ez a reklám helye, hogy egy kiadó, ez a Spirit kiadó, aki kiadta ezt az örökös tagság könyvet, aki az örökös tag színészek, megkeresett, hogy az önéletrajzomat kiadnát. Mondtam, nem, én nem akartam önélet, soha nem szeretem a műfajt, meg mondtam, hogy önéletrajzot, hát azt
írjon a Churchill meg a Greta Garbo, tehát olyan nagy emegi minden, én nem biztos, hogy az én életem bárkit érdekel. Tehát addig mondták, hogy jó, rendben van. Vállaltam, és most megírtam az első részt, egészen 57-ig azt írt az a cím, hogy sikeresen túléltem. Úgyhogy ennyit az ifjúságról, ezt azért mondom el ezt a drámát, ha már rá kérdezett, mert hát utána remélem, hogy vidámabb dolgokról fogunk beszélni. Még annyit hadd kérdezzek, hogy ugye pszichiáter, illetve pszichoanalitikus volt az édesapja, és ez a szakma, ez a pszichoanalízis, ez egy nagyon izgalmas területe a lélektannal, nem nagyon foglalkoztak akkoriban még túl sokan, hogy ez valamilyen módon hatott-e? Hát nem direktben nem, mert igen, anyám nevelt, apámtól elváltan éltek, anyám és két nővére neveltek föl, apámmal nagyon sokat beszélgettünk, de hát, és igen, nagyon érdekel a pszichoanalízis, időnként elolvastam a Freudéle, most olvasom éve a Ferencinek az életrajzát, aki a Freud magyarországi helytartója volt kázi. Hát ez is olyan, mint a rendezés, hogy mindenki mást ért alatta, mindenki másképp. Hogy mondjam, egy disziplinának, egyfajta tudománynak, egyfajta új dolognak lett legyen az rendezés, vagy pszichoanalízis, biztos, hogy kell 3-400 év, amíg kialakul olyanná, hogy azt már klasszikussá lehet venni. A színház azért klasszikus, mert már a görögök 2500 évvel ezelőtt művelték. Annak van egy múltja, van egy fölfutása. Alakult, mint minden a világba. Hát ami biztos. Úgyhogy sok közöm nem volt hozzá, de a rendezés bizonyos él meg, a tanítás, az pszichológia. Szóval ilyen értelemben én magam ezzel nagyon is foglalkoztam. Az elején azt mondtam, hogy az arányok embere, Szinetár Miklós. Gyakorlatilag az aranymetszés, az is egy arány, és a természetnek egy különös törvényszerűsége az emberre is vonatkozik, a csigaházára is, és nagyon sok mindenre, hogy mindenben arányok vannak, és a művészetben különösen fontos volt, építőművészetben, egyéb dologban megfelelő arány. Talán erről a kérdésről, hogyha még bővebben. 88 éves koromban írtam egy könyvet, az volt a címe, hogy 88. Lehet néha kapni még a könyvesboltokban. Annak az volt az alapgondolata, ami az én alapfilozófiám mindenben, hogy az életben a legfontosabbak az arányok. Olyan az én tapasztalatom szerint, most mondom, vagy igaz, vagy nem, ilyen, hogy 100, ez a legritkább, és semmiben nincs. Ilyen, hogy 0, ez a legritkább, és semmiben nincs. A világ attól rossz, hogy emberek egymásnak feszülnek, és mind a kettő azt hiszi, hogy ő 100, a másik 0. Holott ez nem így van. Az arányok számítanak. Ezt az egyszerű, primitív példát szoktam mondani, hogy szabadság. Hát 100% szabadság nincs, mert az egyik oldalról akkor mehetek át az úttest másik oldalára, ha zöld a lámpa. A piros lámpa nem mehetek át, nincs szabadság, nem tehetem azt, amit akarok. És ezer ilyen kérdés van, nem mehetek ki az utcára ruha nélkül, és hosszan, hogy mi minden nem szabad. A szabadság is arány kérdése. Én ezt így és tökéletes elnyomás sincs, mert mindenkinek módja van az utolsó percben kiugrani az ablakon. Az is szabadság végül is. Én azt mondtam, hogy a dolog arról szól, hogy ha valahol, valamiben a szabadság 20% csak, az katasztrófa. A 40% az elég rossz. A 60% az már elmegy. 80% csodálatos, 100% nincs. Mindenre ez vonatkozik. Az élet,
hogy mondjam, más egy nagyon gyakori ki, ami ma annyit benne van a levegőben. Ilyen, hogy nincs, hogy korrupció nincs, ilyen nincs. Onnantól kezdve, hogy pénz van, pláne ha kapitalizmus van, akkor korrupció. Az egyszerűen, de nem az a kérdés, hogy van-e, az a kérdés, hogy mennyi. Az a kérdés, hogy az élet részének csak 10 és vagy 20%-a, vagy 78. Minden az arányokon múlik. Egy színi előadást is én úgy értékelek, meg egy alakítást, hogy mennyi benne a jó és mennyi benne a rossz, de mindenben van valami. Hát a Mozart Don Giovanni, ahogyha nagyon megnézik, ami a Molière Don Juanja tulajdonképpen, hát az egy elszánt gazember. Hát egy szörnyű pasi. Na de milyen tehetséges. Na most a kettőnek az aránya, hogy melyik az, amit egy társadalom, egy világban is, hogy mi az, ami épül, és mi az, ami romlik. Ennek az aránya. Mindenben az arány számít, még egy étkezésbe is, egy ebédbe is, egy emberi kapcsolatba is. Hogy mennyi benne a jó, és mennyi benne a rossz. Minden, én ebben hiszek, hogy a világon mindenben a meghatározó az, abból indulok ki, hogy se száz, se nulla nincs, de ezen belül úgy tudom értékelni mindazt, ami körülöttem történik, hogy milyenek benne az arányok. Hát erről írtam. Gondolom, hogy azért szubjektív módon azért mindig törekedett a magát, tehát magától megkívánta, hogy tegye oda, ha nem is 100%-ba, de sokszor 120%-ba is oda tudta tenni magát dolgokhoz, amit akart csinálni, és amikor másodszor operaház igazgatónak beadta pályázatát, akkor megkövetelte, hogy a 20 főből álló grémium titkos szavazással, ha 19 van, akkor elfogadja a megbízást. Ez mégiscsak azt sugallja, hogy van egyfajta 100%-ra törekvés az emberben, nem? Ami ezt oda tudja tenni magát. Abszolút van 100%-ra törekvés, csak itt hátul a tudatnak meg kell lenni, hogy az úgy sem megy. Ennek a kettőnek a dialektikája, az egész életünk erről szól, hogy az ellen, hát ezt nem én találtam ki. Erről szólt az életem, hogy ezt tanultam a Shakespeare-től, a Mozart-tól, a Molière-től, hogy minden egy kettőség, csak ezen a kettőségen belül mik az arányok. Hát nem beszélve arról, hogy hát ugye a nagyoknál, hát ugye a Shakespeare-ben királygyilkosság előtt egy bohóc tréfa van. Mert hogy a kettőnek az aránya az valahogy, és hát a Rómeó és Júliában micsoda direkt rossz vicceket mondanak. És hát a Mozartnál egyetlen pillanat alatt hogyan vált át a legnagyobb röhögtető vígjáték egy rémes drámává, mint a szaunába, hidegből, melegbe, forróba. Most erről szól az élet, én ebben nagyon hiszek, de mondom, ezt nem én találtam ki, hanem ezt tanultam a nagyoktól. Az igaz egyébként, hogy amikor másodszor visszakerültem az operába, én úgy kerültem vissza, hogy de hát ez is ilyen dolog, hogy azt mondta az előbb, hogy ilyen annak a híve vagyok, hogy is. Egész életem arról szólt, hogy mindig abba hittem, hogy is, és mindig visszautasítottam azt, hogy csak. Is. És ugye én először voltam az operában igazgató, és lejárt a mandátum, és jött utánom egy másik igazgató, aki hát eléggé, hogy mondjam, mindenféle rosszakat csinált a társulattal. Ügyetlen volt, rossz volt, nem volt megbízható. Na, a lényeg az, hogy a társulat összes Kossuth díjasa egy levéllel fordult a miniszterhez, de az összes táncos, bekérték, hogy engem hozzanak vissza igazgatónak. De akkor engem csak megbízott igazgatónak hoztak vissza, és akkor jött, hogy pályázni kellett még egyszer. És akkor én valóban azt kértem a színház 20 tagú vezetőségétől, hogy titkosan egy papíron szavazanak, akkor vállalom, hogyha, hát ha nem is 19, de ha többség, ha az arány olyan, és megszabadom, de itt megint azt mondanám, megint itt jön az én filozófiám az is.
Ezzel az igazgatóval, aki előttem volt, és nagyon-nagyon rosszba voltunk, mert semmiben nem értettem vele egyet, meg ő se velem, meg mi egész másként láttuk az okot, és akit kvázi elkergetett a társulat, ez egy karmester volt. És miután már nem volt igazgató, és visszajött, és dirigált egy előadást, a Verdi Macbethjét, amit én rendeztem. És remekül dolgoztunk együtt. Mert ez a nagyon rossz igazgató, ez egy kiváló karmester. Szóval attól, ez megint az arányok kérdése, attól, hogy ennek nem jó, attól még lehet abba jó. Szóval én abban mindig hittem, hogy az embernek nyitottnak kell arra lenni, hogy nem szabad végletes ítéleteket hozni. Minden másképp hasznos, minden másképp jó. Remekül dolgoztunk együtt, nagyszerűen, és hát nagyon tehetséges, kiváló pasi, aki még arra is képes volt, hogy az egyik főpróbám, azt mondja, hogy hívják be az egész társulatot a színpadba, és azt mondta, hogy kérem szépen, voltam itt igazgató az alatt a periódus alatt, akiket megbántottam, azoktól bocsánatot kérek. Ebben van emberi nagyság. Egyáltalán én csak abba tudok hinni, bárhol van vezető, vagy bárhol vitatkozik, vagy aki azt tudja mondani, hogy megint az arányok, hogy igen, én változatom, fenntartom, hogy amit mondtam, annak a 80%-ában igazam van, 20%-ban tévedtem. Aki soha nem téved, annak én nem hiszek. Az van a Bibliában, hogy nem szabad megkövezni azt, akit mindenki elítél. Mert már a Bibliában tudták azt, hogy a 100% az egy veszélyes és büdös dolog. Az még soha igazán össze nem jött a történelem folyamán. Abból mindig valami rossz jött ki. Sajnos nem tudok manapság olyat lenni, én boldogan vennék részt olyan vitán, ahol egymással vitatkozik elszántan a két fél, és időnként azt mondja, hogy látja, ebbe magának van igaza, a többiben is, de ebbe magának. Ha ez nincs, onnantól kezdve az egész nem vita, hanem hittérítés, és gyerekek vita. Az onnantól kezdve számomra, hangsúlyozom az én számomra a dolog, onnantól kezdve komolytalan. Szóba került az előbb Shakespeare és Mozart. Nem tudom nem felidézni azt a hozzászólását egy riportban, amikor Petőfiről van szó, és azt mondja, hogy a világ irodalom legnagyobb drámája az Anyám tyúkja című vers, és ilyet csak Mozart és Shakespeare tudott, és valóban Petőfi Shakespeare-t a természet felének tartja. Mozart meg tényleg úgy érkezett a földre, mint Istennek egy külön kész csodája, hogy neki nem kellett tanulni, zongorázni szinte, hanem jobban lejátszotta, mint hogy mutatták neki. És ön is ezekre hivatkozik. Ezekről, tehát Petőfiről, Mozartról és Shakespeare-ről, ha még egy kicsit faggathatnánk, hogy miért tetszik ennyire ez a három? Kérem szépen. Egy picit ezt a mikrofont lehet, egy picit följebb. Hát de most megint ilyen eretnek dolgokat fogok mondani, én, mint magánember abba hiszek, hogy vannak olyan emberek, akik nem természetes lények, akik valamilyen isteni teremtmények. Mert olyanokat tudtak, hát a művészetben főleg olyanokat tudtak, amiket egy ember nem. Szóval Mozart, Shakespeare, Leonardo és a Petőfi, hát a Petőfi számomra. Én, mint öreg ember mondom, de hát önök is átfejként, hogy ennél tökéletesebb megfogalmazás, mint amit ő 21 néhány éves korában adott az életelmas, hogy eliramlik az élet. Hát gondoljanak ennek utána, hogy eliramlik az élet. Ennél szebben, tökéletesebben és pontosabban nem lehet megfogalmazni. Na most az Anyám tyúkja, hát az számomra mindig egy hát azt az iskolába tanítják, és hát rosszul. Tehát az Anyám tyúkja megint egy ilyen mozárti hatás. Arról szól, hogy jön a költő, és elkezd gügyögni, hogy ej, mi a kő, tyúk, a nyó, kend a szobában, aki étben. Ja, és így affektálva végig viccel, mókázik.
majd a kutyához fordul, hogy morzsa kutyám, hegyes. És mi a vége a dolognak, hogy ne bánj a tyúkhússal. És akkor hirtelen van egy mozárti fordulat, azt mondja, hogy anyám, egyetlen jószága. Na most gondoljuk meg a nyomornak azt a fokát, ahol egy falusi háznál egy darab nyavajás tyúk, az egyetlen jószág, ami van. Szóval hogyan tud egy sorral, egy pillanat alatt, ilyeneket tényleg csak a Mozart tudott, a Kozifán tutéba ugye azt hazudja a két vőlegény, hogy elmennek katonának, meg közben ki akarják próbálni a mennyasszonyukat. A mennyasszonyok ezt elhiszik, rendkívül gyászosak, és elindul egy kvintet, amiben mindenki affektál. Azt éneklik a hölgyek, hogy na, ponta, íri, majd, nékem, minden csupa affektáció. Majd egyszerre csak van egy csavar, és bejön az a bizonyos, hát azért francia, mert francia mondás, hogy partir un peu mourir. Elmenni, egy kicsit meghalni. Hirtelen belecsavarodik a gyomruk, mert megérzik azt, hogy minden távozás, minden távollét egy kicsi halál. Mert ki tudja, hogy visszajön-e, ki tudja, hogy még látom-e. Minden, és egy pillanat alatt a legmulatságosabb átcsa. Hát mint a Petőfi. Köszönöm. Anyám, egyetlen jószága. De hát ahogy ő ironizál a négyökrös szekérbe, amit mindig van rosszul mondanak, és holott hát az maga egy kigúnyolása az affektálásnak. Hát ahogy az elkezdődik a vers, hogy nem Pesten történt, amit mondottok, ott így regényes dolgok nem történnek. Hát rögtön az egész exponálva van, el van helyezve, rögtön van egy világa. És hát persze, hát az is a gyönyörű, amit szoktam mondani, hogy ez a derék Petőfi, ez bizony egy világpolgár volt, és egy derék kozmopolita. Hát azt írja az négyökrös szekérbe, hogy Kalmár szellő. Hát már bocsánat, mi a túró az, hogy Kalmár szellő, semmi értelme nincs, miért Kalmár a szellő? Hát kivéve, hogyha az angol tradewindnek a fordítása, aminek van értelme. Mert az angol kereskedőhajókat szembe a magyar szekerekkel, amiről szól ez a vers, az kereskedőhajókat igenis a Kalmár szél vitte szerte a világba. Most hát ez is benne van, hogy ezek a nagyok. Ezek az igazi nagyok. Szóval, hogy mondjam, én bevallom őszintén, én egy nagyon magyar hazafi vagyok, én borzasztóan szeretem ezt az országot, ezt a nyelvet, ezt a kultúrát, na de az igazit, nem azt a lábszagút, a magyarkodót, a ide néz csak ide rám ropogós rokolyám, nem az, hanem a valódit, ami a Kodály Zoltán. Ezt akartam megkérdezni. Aki, amikor a Székelyfonod rendeztem az operába, akkor halt meg az akkori felesége, a Kodály Emma, és megjelent a portán, és ott hagyott nekem egy kottát. Ez a Tetúl rózsám, Tetúl című csodálatos eredeti székely dallomba. Ez a legszebb gyászzene, amit valaha lehetett hallani. Mindig, amikor ezt játsszák az operába, akkor megáll a levegő. De most mi az, ami ebben mégis olyan internacionális, és olyan nem leragadt? Hát az, hogy végig az egész tele van Debussy-s harmóniákkal. Tekintettel arra, hogy a Kodály Emmának a Debussy volt a barátja évtizedeken keresztül. Na ezt nevezem én, na ezek az igaziak. Na ezek az igaziak. De hát, mint mindenben, az igazi mellett mindig ott tenyész az áll, ez vele jár a dologgal. Na, szóval visszatérve én, az egy borzasztó szomorú dolog. Illetve hát nem szomorú, egy adottság, hogy itt van ez a magyar nyelv, ami a világ egyik legszebb nyelve.
talán számomra a legszebb, de egyszerűen nagyon nehéz fordítani. És most mondok három nevet, akik szerintem világirodalmi nagyságok lennének, de nincsenek igazán lefordítva. Hát az egyik a Karinti, akinek egyszerűen képtelenek a humorát, a másik az Adi, akinek a, és a harmadik a Madács Imre, akinek megint lehet vitatkozni, és azt, hogy nincs igaz, az én véleményem szerint az ember tragédiája egy sokkal jobb mű, mint a Goethe Faustja. Sokkal, és mégis a világban a Goethe Faustja az, amit ebbe a műfajba úgy elismernek, egyszerűen azért, mert a német egy világnyelv. És azt mindenütt beszéli. Még egy példám mondok, hogy milyen szép tud lenni ez a magyar nyelv, hogy rendeztem a Carment, és annak a negyedik felvonásába hivatkozom mindig, hogy mennyivel több tud a magyar nyelv lenni. Azt énekli a Don José, kérleli a Carment, hogy ne hagyja ott, hogy ne szakítsanak, és azt énekli, hogy Carmen il est temps encore, ami azt jelenti, hogy Carmen, van még idő. Ugyanez magyarul így hangzik, hogy egy zseniális fordításban, hogy Carmen, nincs még veszve semmi. Hát mennyivel több ez, mint az, hogy van még idő, jó. Úgyhogy... ennyit erről. Beszélt korábban kor igényről, és kritikával illette a mai kor igényt, hogy ez a szép, ezen a szép magyar nyelven nem artikuláltan beszélnek sokan, az a menő, hogyha motyog. Hát ez, ez annyira így van, hogy van nekem egy vejem a lányomnak a férje, ez nagyon jó színész, és behívták a múltkor valami filmbe szinkronizálni. És folyton rászólt a rendező, hogy ne beszélj ilyen szépen. Mire ott hagyta a produkciót? Mert azt kérték, hogy matyagjon az arallat, mondják, hogy mert ez a menő. De hát... mit lehet ez ellen tenni? Semmit, meg kell próbálni mindig. Szépen beszélni. Tegnap voltam bent valami megbeszélésen a Zeneakadémián, ahol megszólaltak a növendékek, és én percenként azt mondtam, amit a mesterem, a Nádasdy Kálmán mondott mindig annak idején, hogy mi van? Hogy... igen, hát ez persze. Ez vele. Érkezett kérdés, hogy mint az új Nemzeti Színház felépítésének egykori kormánybiztosa, miként vélekedik a régi Nemzeti Színház felrobbantásáról? Mi volt, mi lehetett az oka, és szükséges cselekedet volt, vagy sem? Kérem szépen, ez, a világ mindig tele van legendákkal. A világ mindig tele van legendákkal, és a valóság az mindig formálódik az idők folyamán. A Nemzeti Színházat valószínűleg szinte biztos azért robbantották föl, mert kellett a metróhoz az állomást, de nem ez a lényege a dolognak. A lényege az, hogy amit én nagyon tapasztaltam, mert beleástam magam, hogy a régi Nemzeti Színház az eredetileg Népszínház néven működött. És eredetileg egy zenés színház volt, ahol énekeltek. Ott énekelt a Blaha Lujza, azért Blaha Lujza tér az, most is, meg akkor is. És a Nemzeti Színház, a régi, az ott állt az Asztóriával szembe, a Kiskörútnak és a Rákóczi útnak a sarkán. És az történelmi tény, hogy egy úr igazgatása alatt a Népszínház piszkos csődbe ment. És erről az úrról az volt elterjesztve, hogy ő a Ferenc Józsefnek a törvénytelen gyereke. És ezért őt meg kellett menteni. És ezért az állam, mert bizony-bizony már akkor is ilyenek voltak az államok, az állam megvásárolta ezt a Népszínházat, de hogy legyen erre jogcíme, ehhez azt kellett hazudni, hogy a régi Nemzeti Színház tűzveszélyes.
azt hazudták és lebontották. Megvették azt a bizonyos régi nemzetit. Na most ezt a régi nemzetét, amivel 10-20-30 éven keresztül hagyjuk, hogy lebontott, fölrobbantották az áldott nemzeti színházat. Tessék elolvasni a korabeli irodalmat. Csató Kálmány könyvét és a többit. Megszakítás nélkül szidják, hogy alkalmatlan épület, mert csak zenés darabokat lehet játszani, mert ahhoz, hogy érteni lehessen a szöveget, ordítani kell. Pocsék az akusztika, rosszak a látási viszonyok. Az akkori színészek imádták a rendezvényt és utálták. Még egyszer mondom, Csató Kálmán Így láttam őket című könyve, tessék elolvasni, abban megtudjuk, hogy ez egy vacak volt ez a nemzeti. Arról nem is beszélve, hogy nem lehet volna föntartani, mert a körútról lehetett csak a díszleteket betenni, ott, ahol a villamos áll. Teljes képtelenség volt, nem tudott megállni a teherautó. Az a régi nemzeti úgy volt rossz, ahogy volt, annyira, hogy új nemzeti színházat akartak korábban már építeni. Háromszor indultak neki, hogy ne az legyen a nemzeti, és a harmadik már majdnem célba ért. Miért nem ért célba? Mert egy minisztertanácsi ülésen tárgyalták az új nemzeti színházat. Ez volt a harmadik napirendi pont. Tessék oda tőle. Mi volt az első napirendi pont? A szarajevói merénylet. Na ezért nem épült fel akkor a új nemzeti színház. Mert első szóval egyszerűen ez az igazi magyar legendás hazugság. Amikor én azt mondtam, hogy bizonyos írókat be akartam győzni, hogy pártolják az új nemzeti színházat, hogy körül rengeteg megint a hazugság. Azt mondta nekem az egyik, hogy a régit nem kellett volna fölrobbantani. Dehogy nem. Már csak függetlenül a metrótól is föl kellett volna régi, és be kellett volna építeni egy újat. Na most hát itt például az egyik hazugság. A Nemzeti Színház, én úgy lettem a Nemzeti Színház kormánybiztos, ezt elmondom a történetet, hogy aztán kifutunk az idő, ezt még elmondom. Ja, még van időnk, ugye? Kérem szépen, én a Magyar Televízióban dolgoztam, és azokban az időkben egy ilyen intézményben volt egy pártitkár, és a Magyar Televíziónak volt egy fiatal pártitkára, és én 1965-ben, még az évre is emlékszem, rendeztem a szegedi szabadidtéri játékokon a Turandottot. És ez egy nagyon szimpatikus fiú volt, ez a fiatal pártitkár, és még életében nem volt operában. És akkor azt mondta neki, hogy gyere le velem, nézd meg velem együtt a Turandottot. Megnézte a Turandottot, és el volt ragadhatva, és azt mondta, hogy hát neked ezzel az operával kéne foglalkozni, mondta ő. A ifjú pártitkárt úgy hívták, hogy Grósz Károly. De most ezzel a Grósz Károllyal utána nekem változó volt a viszonyom, volt, amikor ő egy ilyen nagyon szélső balos volt, akkor nem is beszéltünk egymással, de miniszterelnök lett, és teljes változáson ment keresztül. És behívott egy magához, nem láttuk már egymást, nem tudom hány éve, és azt mondta, hát abban szeretném a tanácsolat kérni, hogy hát itt van a Góbi Hildával az élen az egész magyar értelmiség forszírozó, hogy építsük fel a Nemzeti Színházat, én föl is építem, nincs egy vasunk se. Mit lehet csinálni? És akkor én rögtön azt mondtam neki, mert az volt az élményem, hogy most voltam Olaszországban ezen a televíziós fesztiválon, a Prid Italián, és Vicenzában voltam. Ott volt. És Vicenzában van a Palladiónak a templom, ami egy csodálatos, gyönyörű templom, de mire a következő a jellemző, hogy a templom az emeleten van. A földszint az úgy, ahogy van, mint tele van rakva üzletekkel. Hát mi lenne, hogyha ezt az új nemzeti színházat úgy építenénk fel, hogy lent eladnánk az összes környező helységet drága cégeknek, és ami abból befolyt, abból fölépítenénk belül a színházat, mert ilyet láttam Japánban is. Jaj, azt mondja, remek, nagyon jó, mondta, köszönöm szépen, elváltunk. Este bementem a televízióba, dolgom volt, odajöttek hozzá, hogy gratulálom, mondom, mihez? Szóval te vagy az új Nemzeti Színház kormánybiztos, hanem ne ügyéskedj, ha most mondta be a rádió. A Grósz engem kinevezett anélkül, hogy ezt velem megbeszélte volna. Most akkor
Én felvettem a kapcsolatot, és három feltételem volt, amivel elvégig. Ezt azért mondom, mert ez elég ismert. Három feltételem volt. Egyik feltételem az volt, hogy a jelenlegi Nemzeti Színházhoz nincsen semmi közöm. A második feltételem, hogy maradok a televízión. A háromadik, hogy a kormánybiztonságért semmilyen fizetést nem kapok. Evel egyedül álltam, azt hiszem, a történetben. Mind a hármat teljesítették, és én csináltam egy helykijelölő pályázatot. És a helykijelölő pályázat eredményén kapta meg a Nemzeti Színház a Erzsébet teret, hogy ott épülhet föl. És utána elkészítettünk egy tervet. Az a terv a mai napig megvan. Csak erről senki nem beszélt. Hanem utána azt hazudták itt a rendszerváltás után, hogy ők odaadták a teret, az Erzsébet teret. Nem igaz, azt annak idején még én elintéztem, hogy méghozzá nem akárhogy, mert volt egy, már akkor, hát szóval, hogy mondjam, a dolgok nem változnak, volt egy ilyen ülés a Budapest fővárosban, és akkor sokan felszálltak, hogy minek most, amikor, most tessék figyelni, amikor a kórházakban ilyen rémes állapotok vannak, és ilyen, a különböző, akkor miért pont Nemzeti Színházat kell építeni? És akkor én felálltam, és a következőt mondtam a közgyűlésen. Kérem szépen, én nagyon szeretném ezt felépíteni, de elállok tőle, lemondok a Nemzeti Színházat, akik itt vannak, azok mind személyükbe és fizetésükkel garantálják, hogy ami pénz, nem megy a Nemzeti Színházra, az a kórházakra megy. Nagy csend volt, és megszavazták a helyet. Megszavazták, úgyhogy ennek teljes kész, hogy hívják volt. Teljes kész dolog volt, de aztán lekerült a napirendről, azt mondták, hogy most nem aktuális. Nem volt aktuális, de mondom minden, mert a mai napig látható a terv is, meg ez ott volt. A dolog kijelölve, ez amit elmondtam, ez a történet, hogy nem változnak, erről mindig a következőt mondom el meggondolandónak, hogy 1951-ben főiskolai hallgató koromban nagyon lepusztult voltam, lefogytam, és hát féltek, hogy TBC-t kapok, és kettőnket fölküldtek a Kékestetői szanatóriumba. Velem, ketten voltunk Sós Imrével, nem tudom, még emlékeznek, a nagy színészek, nagyon jó barátom volt, ketten voltunk föl. 1951. Időnként telefonáltunk Budapestre. Ami Kékestetőről megjött a budapesti telefon, az három, azaz három óra volt, amíg nagy nehezen kapcsolták. Egy héten egyszer kaptunk húst. Semmi rémes kaja, ott, ahol azért vitték minket, hogy feltábláljanak. Snit, ma fölmegyek a Mátrába, a zsebembe egy telefon, kihúzom, és ingyen beszélek fél perc alatt Tajfölddel, ha kell. Ezen kívül jön, ahogy hívják, jön a teherautó, és azt játsza, hogy tárirárirárirí, ami azt jelenti, hogy lehet tengeri halat kapni fönt, ott, ahol egyszer egy héten volt hús. Ezzel szemben a busz Budapestről a Gajatetőre pontosan annyi idő alatt megy föl, mint 1951-ben. Szóval erről szól a világ, hogy a dolgok változnak is, meg nem is. És hát főleg az emberi reflexek. Hát azért 2500 évvel ezelőtt, amikor az Euripidész megírta az Ifigénia Aulisban, ott a tessék elolvasni, a Menelaosz elfogja az Agamemnont, a hadvezért, és azt mondja neki, hogy mi? Mielőtt megválasztottunk volna a vezérnek, folyton nyitva volt a sátrad mindenki előtt. Mindenkivel beszéltél, jattoltál, beszélj, te voltál a legjobb barát. Amióta te vagy a vezér, nem lehet elérni, nem lehet meg. 2500 év volt el. Szóval ez az arányok, és hogy is. Na, hát ezt akartam csak el. Major Tamásról megint legenda szól, hogy milyen diabolikus személyiség volt, ahogy ezt manapság sokan emlegetik, szintén egy érkező kérdés. Hát nyilván
Tanár úr, először is neki köszönheti többek között a szakmai karrierjét, de mi hosszú évek során megismerhette, hogy látja, hogy mennyire igaz ez a kép, vagy ő milyen ember volt? Hát ő is maga, ő is egy aránykérdés, egy ellentmondás. Én mindig nagyon jóba voltam vele, aminek az volt a titka, hogy sohasem mi közünk nem volt egymáshoz. Tehát tényleg egy ilyen távoli barátságos, nagyon jóba voltunk mindig, de én neki se munkatársa, se beosztottja, se semmi egyéb nem voltam. Egyébként hát frenetikus pasas volt, az egy nagyon jó nemzeti színházat csinált, jó előadásokkal, ő maga remek színész volt, de hát ugye akkoriban voltak divat az, hogy minden színésznek csináltak ilyen, az volt a szatíra, egy sírfeliratot. A Várkonyi Zoliéra, az igazságtalan, de az ott fölírva, hogy itt nyugszik Várkonyi Zoltán, nem esett becsület a foltján. A Major Tamásé meg az volt, hogy itt se nyugszik Major Tamás. Ő egy ilyen volt, de hát vele törte az a híres eset, hogy Raksányi Gellért, biztos emlékeznek filmekből. Váci pasi volt, és a Major elcsábította a színházához azzal, hogy nagy szerepeket, kis fizetést tud adni, de nagy szerepeket. És nem kapott nagy szerepeket. És ment az utcán, és jöttek Váci ismerős, és aztán kutyát nekünk van, bérletünk a Nemzetébe, téged sose látunk. Hát ez felszívta a vizet, és berohant a Majorhoz, és azt mondta, hogy te gazember, te így meg is ordított az előtt szobájába. De aztán nem ér rá most az ég, de ő berontott, és a Major ott állt az ez még ezt megmutatom, állítólag ott állt az ég, így. És fölnézett, és azt mondta, a kutya, ma reggel kivégezték Belojanni szelvtársat. Hát se köpni, se nyelni nem tudod. A Belojanni szemű kommunistát tényleg kivégezték, de már két hete. Csak a Major tudta, hogy a kutya nem olvas újságot, meg nem hallgat rádió. Szóval ilyen, hogy úgy mondjam, cseles pali volt. Egy ilyen cseles pali volt, akinek nagyon, megint aránykérdés, rengeteg jó dolgot csinál. Rengeteg jó dolgot csinált, de rengeteg ellenfele is volt, sok mindenkinek ártott. Nem az én dolgom a történelem majd kiértekli, azért nem az én dolgom, mert mondom, hogy igazán közünk soha nem volt egymáshoz. Annyi közöm volt tőle, hogy én úgy kerültem a színművészeti főiskolára, hogy 6. gimnáziumban elvittem hozzá egy színdarabomat, 17 éves koromban, nem volt, leadtam a titkárságon, és hát olyan idők voltak, hogy hét múlva behívtak. És akkor a Major nekem azt mondta, hogy hát ez a darab, ez egy kicsit még tejfölös, így mondta, sosem felejtem el. De hát jelentkezzen a színművészetére rendezőnek, most indul. Mondom, én hát azt sem tudtam, hogy mi az, hogy én már akkor nem tudtam, hogy mi az, hogy de azt mondja, mondom, nincs érettségi, mert 6. végezte, aztán nem baj, ott van szakérettségi. Mondta, és tényleg felvételiztem 3, és bejutottam, és így kerültem a pályára. De a szakérettségit sose tettem, úgyhogy mindig mondom, hogy kérem szépen, nekem van egy kitüntetéses diplomám, de érettségim nincs. Úgyhogy ennyit a Major. Ja, egy nagyon fontosat mondott a Major. Ez az, amiért ő örökké bekerül az én panteonomba. Ő volt a rendező főtanszak vezetője, és bejött az osztályunkba. Mert ő nem, egyszer nem ő volt az osztály, ő az egészek. Bejött, csak következőt mondta. Tanuljanak, dolgozzanak jól, mert magukra nagy szükség van. Soha többet ezen a pályán az, hogy szükség van rátok, ezt nem mondta. Hát most sokan van, sok az eszkimó, kevés a fóka, hát valahogy majd csak majd túlél. Ez, hogy szükség. Ez a nagy hajtóerő. Na most, hogy Magyarországról ennyi tehetséges fiatal elment, most talán megint jön ez, hogy szükség van rátok. De hát ez a legnagyobb hajtóerő. Éreztest, hogy fontos vagyok. A magyar népléleknek a Ludas Matyi és a Rózsa Sándor nagyon közelálló személyek, valóságos és mesefiguraként is.
hogy jutott eszébe tanárunknak, hogy a Rózsa Sándort megfilmesítse, és aztán hogy élte meg, hogy Hofi kifigurázta ezt, paródiát csinált belőle, és hát sokszor lement még a elnök helyettesi időszakában is. Kérem szépen, én nekem volt még, már opera ösztöndíjasa volt, amíg volt egy rejtélyes betegségem, itt megdagadt teljesen, a portás szólt, hogy hogy néz ki, nem éreztem, csak teljesen a mumsz, de nem mumsz, nem tudom, nem lehetett tudni, hogy micsoda, ez tartott 3 hétig, és a János kórházba feküdtem. És apám nekem, hogy múljon az időbe, hozta a Rózsa Sándort. És hát ott én beleszerettem, ott én ezt imádtam, és hát én nagyon szerettem az egészet. És én nagyon büszke vagyok rá, nagyon szeretem. Erre mondom mindig azt, hogy hát kérem szépen, diktatúra, az a rendszer, vallásellenes. A Rózsa Sándor utolsó felvonásában én csinálhattam egy fél órás propagandát és mennybe menetelt a falusi körmeneteknek. Hogy az milyen gyönyörű, hogy az milyen szép, hogy az milyen emelkedett, hogy az milyen nagy dolog. El tudnak képzelni a mai televízióban egy ilyet a munkás mozgalomról? Nehezen hiszem. És erről a Rózsa Sándorról, erről a Hofi csinált egy gyilkos paródiát. És én készítettem a filmet, és én voltam az elnök helyettes, és nagy diktatúra, ugye? És ez a szatíra, ez lement 6-szor, és egy ország röhögött, és el tudnak képzelni ilyet az aranybulláról? És hogy azt a magyar televízió leadja? Na ennyit arról, hogy változik a világ. Nem lehet megkerülni azt, ami engem is nagyon megfogott, hogy 90 éves korában megkapta azt a megtiszteltetést, hogy a Tudományos Akadémiának, a Széchenyi Művészeti Akadémia részlegének rendes tagjává választották Szinetár Miklóst, és írt egy úgynevezett székfoglalót, és ez gyakorlatilag bejárta az országot, talán a világot is, ez a székfoglaló beszéd, mert olyan tömören foglalja össze azokat a összefoglalás az életével, azokkal a gondolatokkal, amit legfontosabbnak tart. Hogy jutott erre a gondolatra, hogy nem erről a témáról, nem arról a témáról, nem a szakmájáról, hanem az életéről írjon összefoglalót, és a végén 12 pontban saját unokáinak intézzen olyan tanácsokat, amelyet úgy foghatunk is fel, mivel ez ugye nyilvánosságra is került, hogy ez talán a jövő generációjának is szól, akár a mi unokáinknak, mi gyermekeinknek. Hogy jött ez a székfoglalói hozzáállás? Ez tényleg így jött, hogy ez jutott, hogy erről fogok írni, ez eszembe ment, hogy születésnap volt meg, mondtam, hogy erről írja. De hát én ezzel egy olyan, hogy mondjam, az előzőhöz kapcsolatban saját hagyományt folytattam, mert hát ezt a Széchenyi Művészeti Akadémiát, ezt a Kosári Domokos alapította. Ez a nagy történet, tudós, és hát ez ilyen jeles különböző embereket, ugyanúgy választanak meg, mint ezért. De most ott van a hagyom, ugye mondtam, hogy az volt a feltételem a Nemzeti Kormánybiztosságért, hogy azért nem kaphatok fizetést. De most ez a dolog nagyon szépen itten folytatódik, mert aki a Széchenyi Akadémia tagja, az ezért egy vasat nem kap. Aki a Magyar Művészeti Akadémia tagja, az ezért havonta egy nagyon jelentős összegben részesül. Úgyhogy itt a dolog jó folytonos. Ha szabad így a vége felé, azért ebbe a unokáimnak üzenem kérdésbe belemenni, ebbe a 12 pontba, amit ugye
Krizsó Szilvia kivesézett egy show műsorban tanárurral, de ismételjük meg azokat a kérdéseket, egy részét, mert nem mindenki internetnéző és Krizsó show néző, de azt hiszem, hogy nagyon nagy kérdéseket vett föl, hogy az első, hogy becsüld meg a tested. Mióta érzi tanárul azt, hogy ez fontos? Mindig azt éreztem, hát ifjúkoromban vízipólóztam, a legnagyobbakkal, Markovicsal, meg másokkal együtt voltam a Uténak a vízipóló csapatában. 14-től 17 éves koromig jártam ki a Megyeri útra, de azóta is folyton úszok, az nekem egy létszükség, ma is tornázom, sétálok, szóval én azt nagyon-nagyon, hogy mondjam, ha az embernek van teste, az arra, hogy használja. De hát igyekszem az agyam, hát lehet, hogy ez bizonyos értelemben hát konzervál is, de én ebben őszintén hiszem, hogy az ember, ha kapta ajándékba ezt a testet, akkor vigyázzon rá. Nem tudom, sorrendet jelentette ez a 12 pont? Nem. Mert ugye második, hogy vigyázz a jó lelki környezetedre, és néha az ember azt gondolja, hogy talán az első a lelki egyensúly és a lelki nyugalom. Itt nincs sorrend, itt nincsen sorrend. Az nagyon, miért került így bele? Az nagyon fontos, hát legalábbis én abban hiszek, hogy az ember tudjon tükörbe nézni. Tehát az nagyon fontos, hogy ne legyen rossz a lelki ismerete. Ne bántsa az, hogy valakit ok nélkül bántott, vagy gondot ok. Van, akinek ez örömet okoz, nekem nem okoz örömet. Nekem az okoz örömet, hogyha úgy érzem, hogy tiszta a lelki ismeret. Ez nagyon fontos, és az unokáimnak nagyon fontos. Ez egy rendkívül fontos dolog. Szóval, hogy az ember olyan értelemben jól érezze magát a bőrében, hogy ne legyen az, hogy jaj, hát ez azért, ezt nem kellett volna csinálni, ne csináljon olyat, amit nem kellett volna csinálni. Üzenet, harmadik pont. Ne legyenek nagy konfliktus szükségleteid. Igen, az egy borzasztó dolog. Egyszer volt egy rendező kollégám az operában, voltam igazgattuk, bejött hozzám, és azt mondta, hogy szeretne velem beszélni. Mondom, jó, mondom, gyere be holnap 10-re. Fölhívott el. Másnap én bementem 3:40-10-kor, ő már ott ült az előszobába. És már így ült ott. És akkor bementünk, leültünk, és azt mondta, hogy te mielőtt elkezdeni, szeretném megmondani, hogy a te konfliktus szükségleted 100, az enyém 0. Tessék. Szinetár Miklós, aki nem szereti a százat és minden, a nullat. Minden konfliktusba egész életemben belementem. Amikor az operából én úgy mentem el másodszor, még az előző kormány alatt, hogy egyszerűen elvettek, vagy én úgy mondtam, hogy ellopták a költségvetésem 40%-át, és szétosztották már. Én akkor ezért harcba mentem, majd fogtam magam és lemondtam. Akkor írta azt a Cvak, aki azóta meghalt, hogy én voltam az egyetlen, aki azért lemondott, mert lehetetlen anyagi helyzet. A helyettesem, a gazdaság írt nekem, hogy csökkentsem le az. Én hivatalos papíron, van maiban napig megvan beközítve, hogy csökkentsem le az énekesek esti fellépt idéját. Mire azt írtam rá, hogy egy nagy túróst. És ez... Úgyhogy én minden konfliktus, aminek értelme van, abba, tehát amikor valami, azért bele, abba belementem. De soha csak azért, hogy konfliktus, ez nekem nem okozott örömet. És még abba azokban a konfliktusokban se mentem bele, amit bizonyos értelemben reménytelennek tartottam. Tehát például volt egy kollégám, nagyon rendes, ő is rendező volt, szegedi szabadtéri játékok, és hát ő engem nagyon erkölcstelen palinak tartott. Mert a következő történt, hogy főpróba volt, és este 10-kor még mindig esett az eső.
És a meteorológia közölte, hogy itt már pedig ez az eső, ez hajnalig nem áll fel. És akkor egyszer közölte mindenki, hogy ennyi a próba, menjünk el a Hágiba sörözni. És azt mondja, hogy én egy erkölcstelen, mert ott kell maradni, ki kell tartani, mert csak eláll. Ebben sosem mentem bele. Szóval minden konfliktusba mindig belementem, amiben volt szansz arra, hogy meg lehet nyerni. Reménytelen konfliktusokba nem nagyon mentem bele. Hát nem tudom, hogy hadd mondjam el, hogy nekem a reménytelen konfliktus, hogy mondjam, ezt is bizonyos pontokon föl kell ismerni. Jó, hát ezt elmondom, ez ilyen. Annak idején Magyarországon 1957-ben, amikor az oroszok bejöttek, akkor az ellenállás Budapesten, a tényleges ellenállás, hát 24 napig tartott, de akkor nagyon sokat mondtam. És akkor én kint jártam Párizsba, és ott nekem szemrehányást tettek, hogy mi ez, hogy a magyarosok 4 napig tartottak ki. Ugyanakkor, amikor Lám Algeribe, mondták a görög, Algírba, ott ezek a forradalmárok, ezek mennyi, ezek most már 2 éve küzdenek. De akkor a helyzet, hát hogy mondjam, egyszerűen reménytelen volt. És abból az időből van nekem az a történetem, hogy nekem nagyon jó barátom volt, együtt csináltuk filmeket, biztos ismerték a nevét, a Nemeskürti István. Ő volt a, én nagyon szerettem, ő volt a vezetője annak a filmstúdiónak, ahol csináltam filmeket, és nagyon-nagyon jó barátok voltunk. Na most a Nemeskürti azután a későbbi, hát elég jobboldali kormányok alatt elég nagy karriert csinált, dandártábornok lett, minden, ő úsztatta a Dunán. Na most ezt a Nemeskürtét egyszer egy október 23-án megkeresték valamelyik rádióból, és én meglepve hallottam a következő, mondtam, és azt mondja, hát kérdez, őt is tanár úrnak szól, neki a tanár volt. Azt mondja, a tanár úr mit csinált 56. október 23-án? Meg ez, azt mondta, Nemeskürti, semmit kér, neki ilyen vékony, azt mondja, semmit kérem, semmit. Na de mi mégis csak, hát otthon voltam, kérem, otthon voltam, nem csináltam semmit. Na de hát ön régi Ludovikás, és szóval, hát semmit, nem, otthon voltam. Na de miért? Szóval kérem, volt otthon térkép, ami egy kicsit cinikus, de nagyon találó válasz. És ezt a Nemeskürti mondtad. Talán erre a pontra már válaszolt is, de lehet, hogy érdemes még kiegészíteni, és engedjék meg, hogy egy személyes dologgal én is illusztráljam ezt, mert édesanyám kortársa tanárúrnak, ő már föntről hallgat minket, vagy néz. Budapesten élt át ugyanúgy az ostromot, és az ő házukat találta egy bomba, és ő megúszta, szilánkokkal tele, de a testvére, édesanyja, édesapja meghaltak. Jókor jó helyen kell lenni, és azután minden ráadás, hogy tudjál örülni a legkisebb dolgoknak is. Ezt nagyon fontosnak tartom. Ez egy készség, ez egy emberi készség, hogy tudjunk örülni. Volt egy kollégám, nagyon jó rendező volt, de egy örök pessimista. El voltunk valami külföldi fesztiválon, és ő lement, és a Petrovics Emillel játszott ilyen futballt, ezt, amit lehet csocsó. Ilyen asztalon, csocsó, vagy hogy hívják. Meg elmentem valahova, szomszédba valamit vettem, vagy nem tudom, aztán visszajöttem, és még mindig csocsóztak. És kérdeztem tőle, hogy hogy állsz? Azt mondja, hát azt mondja, vernek, egyre csak vernek. Ránéztem a táblára, 6-3-ra vezetett. Ez egy rossz alkati dolog. Én nagy híve vagyok annak, hogy nem csak egy fél pohár vizem van, hanem nagyon jó, hogy van egy fél pohár vizem. Én egy életet úgy éltem, hogy mindig minden legkisebb dolognak nagyon-nagyon tudtam örülni. A legnagyobb öröm az, hogy jó kiránduláskor nagyon
megszomjattam, ittam egy isteni pohár vízt, szóval az, de ezek, és ma is nagyon tőlük, hogy még mindig kinézek az ablakon, és látom a szomszéd házban a gyönyörű nagy fenyőt, és el vagyok ragadtatva. És ilyenkor mindig mondom, hogy az élet szép. Tele van, csak kell hozzá, és ezt igyekszem beoltani a unokáimban, egy átélő készség. Tehát egy készség arra, hogy ami jó, annak tudjunk örülni. Soha nem voltak olyan értelemben nagy álmom, hogy kérdezem, elég sok mindent elértem, soha az életben nem volt olyan, sem is akartam, sem is olyan luxuskocsim, amilyen szupermárka, soha nem volt se Gucci-m, se Rolex-em. A lakásom tele van különféle, minden van a falon, de minden személyes emlék, amit egy darab értékes kép nincs, ezek nem érdekeltek különösebben. Ezek nem semmilyen. Egyszer egy növendékemmel találkoztam az Adriai tengerparton, és rettenetesen boldog voltam, mert isteni tengerillat jött föl, és sütött a nap, és arra gondoltam, hogy este polipot fogok enni. Ő meg azt mondta, hogy hát tegnap láttam lent egy gyönyörű jachtot, és az a jacht állt egy pasi, és mikor lesz nekem ilyen. És én ott álltam, ő az én növendékem volt, én egy többszörös jászhajdíjas tanár voltam, és én pontosan tudtam, hogy nekem soha nem lesz jachtom. És nem zavart különösen, nem leszek római pápa, se belátható időn belül. Nagyon fontos, ezt akaratom az unokáimnak, de hogy tudjanak annak örülni, hogy isteni a levegő, itt vagyok a tengerparton, élvezem a napsütést, és este polipot fogok enni. Hát ennek örüljön, ne akarjanak jaktot meg. Talán, amit az elején említett tanár úr, hogy szerencsés korban élünk, majd megúsztuk a háborút, hogy nem lőnek a fejünk felett, és hogy ez a generáció viszont talán jobban panaszkodik, mert nem élt meg olyan dolgokat, amitől relatívvá válik az, hogy mi a jó és mi a rossz, és kérem, hogy lehet szépen, örülni. Mindenre nagyon relatív, és az arányok számítanak. 1955-ben vagy ott, az kimondtam Franciaországban, és francia rokonaimnál voltam, és a francia rokonaim levittek a tengerpartra autóval. És az autó egy icipici kocsi volt, és olyan ócska volt, hogy be kellett állni vele 80-100 kilométerenként hűteni a motort, és nem lehetett vele 90 fölé menni, és rémes volt. És én ott ültem a kocsival, két jászaidéjjal, akkor már főiskolai tanárként, mögöttem a Csárdás királynő nemzetközi sikerével, és azt mondtam, hogy hát bizony, sajnos beláthatom, nem hiszem, hogy lesz nekem ilyen kocsim belátható időn belül. És igaza van annak, aki szegény embernek tartja ma magát, mert nem tudja már a nagy Mercedesét megtankolni elégszer. Hát, változnak az idővel. És még egyszer mondom, nagyon fontos az, hogy minden ember más, és minden sors más. Ebben az önéletrajzomban megírtam azt is, hogy 1945-ben a szétlőtt Budapesten csatangoltam az utcán rémes állapotban, éhesen, és szembe jött egy ilyen nagy darab szovjet katona, és elére állt, és mutattam neki, hogy éhes vagyok, és ott benyúlt a táskába, és odaadott nekem egy darab ilyen fekete veknét. És odaírtam, hogy én ezt soha nem felejtem el. Ugyanúgy nem felejti el az, aki az odalépett egy szovjet katona, és letépte az órát a karjáról, hogy császi, és azt se felejti el, akit megerőszakolt a másik szovjet katona, és azt se felejti el, akit elvittek Szibériába Málinki robotra. Mindenkinek mások a személyes emlékei. És mindenkit ez a személyes, és minden, szóval, hogy mondjam, ahogy azt szoktam, hogy minden darab más, minden ember más. Mindenkinek mások az emlékei. Mindenki más. A legfontosabb az, hogy hát legyünk toleránsak és megértőek egymás más sorsa és más emlékei iránt. Szóval megint az van, hogy amit leírtam, hogy
ami az egész életemet vezérelte, hogy is, és nem csak. Hát, ennyit tudok így. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van még egy kicsi pár perc szava, még hát. Igény. Jó, akkor még egy picit folytatjuk ezt, de ez a hozzáállás, ez a tudj örülni a legkisebb dolgoknak is tényleg olyan, hogy nap mint nap találkozunk emberekkel, akik panaszkodnak, és nem de tudnak örülni. Sokan jogosan panaszkodnak. Minden, hát, még ezt mondom, minden sors más, minden helyzet más. Igen, csak az emberek... De azok a rémesek, akik azért panaszkodnak, amiért nem kéne. Az... Hát igen, mert arra 70% nem kíváncsi, a másik 30% meg kimondottan kárörvendő. Azt nem szoktam megkérdezni, hogy mit gondolsz, én melyikbe tartozok. Ne hajszold az anyagiakat, de nevesd meg az anyagiakat. Igen, ez megint a két, hát egy, hogy mondjam, betesszük a hőmérőt. Ha 34, az baj. Ha 38, az is baj. Az ember arra van kitalálva, hogy egy józan köz... Mindennek megvan a maga szélsőség. Az egyik szélsőség az, hogy neki semmi pénz nem elég, a másik pedig az, hogy én nekem nem, én egy purit. Egyik se igaz. Egyik se igaz. Én azt tűztem ki, hogy az ember arra törekedjen, hogy az mindene meglegyen, amire neki és a családjának ténylegesen szüksége van. Étel, ital, lakás, fűtés, például normális ruha, egy autó, egy olyan, amivel ha kell, tud közlekedni, nem tud közlekedni, és tudjon nyaralni. E fölé, szóval már az, hogy gyűjteni meg, az engem sose izgatott. A másik oldalon, a puritan, azt sem szeretem, hogy én nem eszem semmit, én nem öltözök. Szóval mindenben a dolgoknak van egy józan közepe. Mindenben van egy józan közepe, és a világ arról szól, ides tovább elég régen, hogy sajnos mindig a hangos az a két szélsőség. Operaigazgató koromban mondtam, hogy az a rémes, hogy van egy hangos kisebbség az operában, amelyik azt követeli, hogy minden előadás olyan legyen, mint 50 évvel ezelőtt. Én lássam még a ragasztott szakállat is, és a másik meg azt követeli, hogy minden tessék megfordítani, a feje tetejére állítani. És hát középen van 80% azok a szerencsétlen belgák, akik azt mondják, hogy nem ők jók, nem akarják se az egyik, se a másik szélsőséget. Most a világ sajnos erről szól, de azért szól erről azért, azt elmondom, ez még egy alapfilozófiai kérdésem. Kérem szépen, az emberiség, mint olyan a kutatások szerint 100-200 ezer éves. Ezen belül a tényleges történelem, amit ismerünk, amiről fejezés, az 5-6 ezer év. Hát mi az? Hát az egy másodperc. Hát ez a rendkívül csecsemő valami, amit úgy hívnak, hogy ember. Hát miért lenne tökéletes? Hát miért ne lenne tele ilyen szélsőségekkel ez az? Mi ez a 6000 év? Hát mi történt ez alatt, hogyha a busz is még ugyanannyi alatt megy fel? József Attila jut eszembe, hogy én mondom, még nem nagy az ember. Igen, igen. Képzeli, hát szerintem. Azt mondta a Madács, az is olyan gyönyörű mondat, nincs még egy ilyen a világban. Arasznyi lét, mi sietésre int. Hát ez arasznyi lét alatt, hát persze van ilyen is, olyan is. Jó, hát kellemetlen, hogyha az arasznyi létbe ő úgy szélsőséges, hogy engem lelő, annak nem örülök. Az nem egészséges. Persze, hogy mindenben vannak olyan szélsőségek, amiket csak szélsőségesen lehet kezelni. De hát óriási különbség van a között, és ez az, amit én az unokáimnak szeretnék, hogy bejövök egy terembe, és ott hideg van. És ha hideg van, akkor fölveszem a kabátomat. E között, és a között, hogy éjjel-nappal kabátba járok, mert hideg lesz. Kettő között óriási különbség van. Meg a között, hogy nem érdekel, hogy milyen idő van, akkor sem veszem fel. Szóval, hogy próbáljon meg mindig egy reális valamibe élni, ami a...
Világos. No most még egyszer rögtön hozzáteszem, mert egyet imádok mindig, amit mindig mondom, önmagamnak ellent mondani, az a legfontosabb, hogy ezzel szemben az emberiség attól megy előbbre, hogy mindig nagyon ritkán, de vannak olyan szélsőséges zsenik, akik az emberiséget előre húzzák. Csak az a vicc, hogy ahogy a művészetben 100 modern újító közül 70 blöff, 20 elfogadható, 10 zseniális. Így van mindenben, hogy persze mindenben van. Szóval ez, amit én előadok a középről, ami nem középszerűségtől középről, ez általában igaz, és örülnék, ha az unokáim efelé mennének, de persze mindig akad olyan zseniális ember, aki nem a középen, hanem valamelyik szélén van, és húzza a dolgokat előre. Ez természetes. Ez természetes, csak az a borzasztó, hogy rengeteg másod-harmadosztályú hiszi magáról azt, és úgy tesz, mintha ő zseni lenne. Mert ezekre nagy az igény, megint múltkor éppen kezembe került. Hát, ha egyszer gondolkozunk el azon hosszan és végig, amit a Petőfi, megint ő a zseni, azt írja, hogy egy új, de szent Napóleon. Na gondoljuk ezt végig egyszer részre, hogy hogy is van ez, hogy kell egy Napóleon ebbe a világba, ahol a klíma ilyen mértékben hanyatlik, ahol 8 milliárd ember él, ahol kiszáradnak a folyók, ahol egyszerűen az emigránsoktól kezdve a gabonáig minden olyan problémát központilag kéne megoldani, és nem kis szuverén országok mondják, hogy nem, én erre nem vagyok hajlandó. Igenis kéne egy Napóleon, csak egy új, de szent Napóleon. Na ez a nehéz. Tehát megint a Petőfi jól látta. Egészen intim vallomás, hogy ne légy hívő, de ne légy hitetlen. Ezt hogy egyezteti össze, és otthon a házban... Nem pontos, mert ez egy rosszul megfog, mert nem azt akartam mondani, hogy ne légy hívő, hanem ne légy vak hívő. Ne légy vakon hívő. Hanem úgy higgyél, hogy közben azért legyen meg a kontrollod hozzá. És ne legyél hitetlen, mert aki meggyőződés és hitetlen, az ugyanolyan hívő, csak másba hisz. Csak... Hát ahogy megint a Nádasdi, hogy így kell ezt, vagy másképp. Ennek a kérdésnek az intimitása azért abban rejlik, és nem tudom, hogy szabad-e ilyet megkérdezni, mert ugye a házban áll, és egy nagy tábla ott van, hogy Isten hozott. Szóba került itt is azért a jó Isten, hogy megtartott, stb., hogy így amikor már a második lemez forog, a lemeznek a második oldala, már nekem is, bár éppen egy generáció választ el bennünket egymástól, hogy az élettapasztalatok mondatják-e, hogy azért a teljes ateizmustól valamerre el tud-e fordulni valamilyen spirituális irányba? Nem vagyok, abszolút. Mert nem akarom azt mondani, hogy Isten hívője, vallásos. Nem, én nem vagyok ateista, egyáltalán úgy mondják szépen, hogy agnosztikus vagyok. Ami azt jelenti, hogy nem tudom. Hogy nem tudom, nincsen róla a tapa, nem tudom. És főleg azért nem tudom, mert állítólag azt mondják, hogy a számok szerint a Föld, amin élünk, ez a bolygó, ez a világmindenségben akkora, mint egy porszem egy tengerparti sivatagba. Tehát ez egyszerűen körülöttünk egy olyan véget nem érő, soha véget nem érő világ van, hogy abban pontosan mi van, én nem merem vállalni azt, hogy akár így, akár úgy megnevezzem, nem tudom. Egyszer azt írtam a halálomról, már borzasztó, hogy mondok, hogy érdeklődve várom. Majd kiderül. Erről egyébként, tehát ebben az ember a korán gondolkozik, a legszebbet és a legpontosabbat a Pilinszky nevű katolikus költő írta, vagy mondta, aki azt mondta, nem félek a haláltól, mert eddig még mindenkinek sikerült. Ennél pontosabb megfogalmazás nem.
Nem tudom. Az egész Isten kérdésben, hogy mondjam, én ebben ilyen nagyon zagyva vagyok, meg ha már izélni kell, hogy abba, amit az emberiség a történelme folyamán összehordott mitológiákba, különböző hitekbe, hát ebben megint önmagam az vagyok hű, és azt mondom, hogy is. Ebben biztosan van igazság. Én nem tagadom le azt, hogy a Zeus volt, de nem biztos, hogy ő volt. De hogy valami, az nem lehet véletlen, hogy a világ összes oldalán más és más formában kitaláltak isteneket. És hát az lehet, hogy mindenkinek van egy saját istene. Lehet, hogy 100 000 isten van. Lehet, hogy egyik isten hozta a földre a zebrákat, a másik pedig az orchideákat. Ezeket én nem tudom, nem voltam ott, nem. Ezek ilyen meg... Mert az minden esetre gyanús, hogy a zsidók azt mondják, úgy imádkoznak, hogy halljad Izrael, az örökkévaló a mi istenünk. Tehát, hogy az ő isten, és a Petőfi azt mondja, hogy a magyarok istenére esküszünk. A Petőfi, aki szerintem szintén valahol egy isteni lény. Mert hogy 21 néhány éves korban így mindenre rálátni, és az nem lehet, az nem egy hétköznapi dolog. Úgyhogy én nagyon hiszem, meg ahogy azt láttam Japánban, ami tulajdonképpen döbbenetes, de van benne valami, hogy a legmodernebb kompjúter irodákból, ahol azokat a csodákat csinálják, amiket mi még itt elképzelni se tudunk, a dolgozók időnként lejönnek, és egy kis cédulára fölírják a kívánságaikat, és ráakasztják a Buddha szobrokra. Valamit tudnak. Meg amikor Izlandba csináltam magyar napokat, mert csináltam magyar televíziós napokat Izlandba, és aztán Magyarországon izlandi napokat, akkor elvitt a gyártásvezető, hogy megyünk, és mentünk át a hegyen, és ezt csak el volt torlaszorva az út. Hát mondom, mivel eltol? Hát megtudta, az van, hogy az építő munkások itt építik az utat, de megjelentek a szellemek, és közölték velük, hogy 3 napig ne dolgozzanak, mert csak a... És ők 3 napig nem dolgoztak. Hát mondom, de... És elkerültük a dolgot, és akkor a következő nagyon tanulság, azt mondta nekem a gyártást, mondom, és ez mi? Azt mondja, nézze azt, hogy Izlandon az emberek nagyon hisznek a szellemekbe. Mondom, igen, és mondom, miért? Azt mondja, mert vannak. Szóval a világ rendkívül színes, rendkívül sokrétű. Én abba nem tudok hinni valóban, hogy van egy darab Isten, egy kaporszakálló, az ott föl, és most itt figyel arra, hogy egy darab van, azt én nem tudom elképzelni. Meg. Ugyanúgy meg még a Darwinba se tudok igazán hinni, hozzátéve, hogy nem értek hozzá. Hozzátéve, hogy fogalmam sincs, de hát azt én nem tudom elképzelni, hogy az a zebra, meg az a pillangó, meg az az ember, meg az a cápa, az mind-mind egy azonos bacillusból lett. Ezt nehezen tudom elképzelni a fejlődés során. Az, hogy volt valami kezdemény, például, de ez csak ilyen fantázia, hogy hozott egy Isten egy zebra kezdeményt ide a földre, aztán itt hagyta, aztán elment. Mert lehet, hogy neki az idő, ami nekünk a 6000 év, az 6000 év, lehet, hogy neki egy másodperc. És lehet, hogy ő visszatér majd két. Szóval, hogy mondja, ezek mind ilyen nagy kérdések, ezek mind, amikre én nem tudom a választ, lehet ezeken gondolkozni, mindenféléket lehet kitalálni. Az igaz, hogy abba, hogy egy az az egy darab, és ebbe így nem tudok hinni, azzal együtt, hogy a legkedvesebb és legtanulságosabb olvasmány, amit nagyon sokat olvasok, a Biblia, mert remek. Az tényleg egy isteni munka. Az tényleg egy isteni munka. De hogy melyik Istennek a munkája, ezt már én nem tudom. Legyen ez a végszó, és köszönjük meg Szinetár Miklósnak, hogy közénk jött, és megosztotta a bölcs gondolatait, és nagyon várjuk a könyveket, az életrajzi műveket, adjon hozzá a Jóisten, a Teremtő erőt. Én is azt mondom mindig, igen.
Igenis, hogy Isten segítsen, hogy melyik, azt nem tudom. De a saját istene. Most már mindenkinek van egy saját igen, istene. Igen, igen. Hát köszönjük szépen. Én köszönöm Szinetár a Miklós. Figyelmet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jó. Először, szóval, mivel ez van a kezemben, de majd jön a többi, csak most éppen ez van a kezemben, Prantner pincészettől három gyönyörű bor, köszönjük neki. Szóval szembe az akadémiával és a nemzeti véde nem ingyen jöttem. És köszönjük Eszter Bauer Jánosnak, ahova megyünk majd most, és Stakler Ferinek, Vida Péternek és Halmosi Jóskának, hogy jó borokkal fogják ellátni tanárurat. Köszönjük szépen, én találkozunk köszönöm. Március 30-án Ókovács szilveszterre, ugyanitt, viszontlátásra, áldás békesség! Látás.